fél egytől egészen 2 óráig lehet elvinni személyesen az ételeket. Ez alól csak az mentesül, aki orvosi papírral tudja igazolni, hogy járóképtelen. Laukó Mónika és családja már 3 hete innen hordják az ételt. Saját bevallása szerint bőséges és ízletes. Párom is azt mondta, nagyon jó kaják vannak, így a család segítőnél voltunk. Onnan vették föl nekem az adataimat, és akkor így kaptunk meg a párom is. És akkor így a nyósom is kapja. 3-an vagyunk, aki kapjuk. Változó. Valamikor krumplipaprikás, akkor ilyen. Gulyás leves volt, akkor ilyen. Bármi, de nagyon jók voltak. Az igénylés részleteiről Tótni Balázs Andrea, a makkóien intézmény vezetője tájékoztatta a híradónkat. Gyakorlatilag minden makói lakos igénybe veheti, aki 18 év feletti. Ez első alkalommal, amikor itt megjelenik, akkor ki kell tölteni egy kérelmet, és innen kezdve napi szinten tud jönni az ebédért. Ez egyszeri, vagy naponta egyszer egy tál ételt jelent, egy második fogást, paprikás krumplitól kezdve babgulyás, csilisbab. Tehát így elég változatosan főznek. Ezt maga a Gordiusz intézmény végzi a szállítást is, tehát hogy ide szállítatja az ételt egy futárszolgálattal. Itt mi annyit tudtunk még segíteni az intézménynek, hogy egy közfoglalkoztatottat foglalkoztatunk, aki az étel kiosztásában segítkezik nekik. Kiderült, eleinte 30 adagot osztottak ki, ám ez a szám a napokban már elérte a 70-et is. Az intézmény tájékoztatása szerint, ha ennél is nagyobb igény mutatkozik a népkonyhára, akkor akár több száz személy részére is biztosítani tudják az egytál ételt.